el, a mi két utcánk mindig egymással házasodott, a Jehenevicsek a Litvakokkal, a Vinaverek meg a Braudékkal. Úgyhogy én elhatároztam, hogy az én jova fiam ezekből a családokból vegyen el valakit. Amikor elolvastam ezt a darabot, arra gondoltam, hogy nagy munkagépek, dömperek, markológépek mennek, de az ő dömpersége, az ő markológépe mögött egészen furcsa, de fűnő. Csak jó indulatból akar mindenkin az ő elképzelése szerint segíteni, de hát mindenkire ráerőszakolja az akaratát. De abban a pillanatban, amikor már átjutott a falon, akkor rájön arra, hogy megengedőbbnek kell lenni. A világhírű, nálunk is nagyon népszerű orosz írónő, Ljudmila Ulickája az 1980-as évek végén írta az Unokám Benjamin című darabot, melyet a Rózsavölgyi Szalomban elsőként mutatnak be Magyarországon. 2,5 évvel ezelőtt már rendeztem itt egy Ulickáját, és az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy eljött Ulicka és megnézte, és nagyon tetszett neki. Olyannyira tetszett neki, hogy elküldte ezt a darabot nekünk, a Rózsavölgyinek, és hogy úgy gondolja, hogy ezt mi biztosan jól meg tudnánk csinálni. Nincs benne elfogultság, hanem nagyon-nagyon objektíven tud nő létére a női lét árnyoldalairól is nyilatkozni, úgyhogy ez nagyon-nagyon megfogott benne. De én utána érdeklődtem, és így jutottam el Szonyecskához. Ő maga nyitott nekem ajtót. Na de hogy? Hát rögtön beleegyezett, és hozzám egy jobához. Ja, vagy te tisztára hülye vagy, te egy becsüge vagy, Liza. Hát fogom én ilyen hülyeségekkel lerohanni? Daj, dehogy is. Ide jön. Meglátja jobbát, hát minek szaladjak ennyire előre? Van egy hölgy, egy Moszkvában élő zsidó hölgy, aki szeretne a saját fiának egy zsidó lányt szerezni, abból a faluból, ahonnan származnak. Elmegy Bobjurszba, és talál egy lányt a meglepetésére túlélők között, és elhozza Moszkvába. És megpróbálja összehozni ezt az esküvőt, ami végül is összejön, és ebből jönnek a bonyodalmak. Meg sem ismertelek, hogy kerülsz te ide? Az osztálytársam, mutatkozz be szépen, az anyusom, Eszter Bogna. Ulicka ír egy nagyon jó bevezetőt a legelején, minden karakterről egy néhány mondatos leírás, és Szonyecskáról azt írja, hogy ő olyan, mint egy ilyen puhaszárú növény, hogy arra hajlik, amerre a szél fújja. És aztán szépen lassan az események sodrában megerősödik, és tulajdonképpen a végére kikristályosodik egy szándék, ami az övé, tehát el tudja dönteni, hogy számára mi a jó és mi a rossz. Remélem, egyszer majd lesz akarom elmondani a mentségeimet, és nem fogsz utolsó csirkefogónak tartani. Jó. Tetszik látni? Tessék. Ennyit ezekről a hülye levelekről. Szegény, hát ez micsoda szégyen, ez az egész esküvő, a ruhák, a fényképezkedés! Szonyecska, hát miket beszélsz te? Hát csak rám hallgass! Térden állva fog visszajönni hozzád! Azért jó ez a darab, és azért érdemes ezt bemutatni, hogy megmutassa azt, hogy lehet jól dönteni, és hogyha nem is azt mondanám, hogy ellenfejlődésnek hívják, hanem azok a pillanatok, amik fordulópontok a darab folyamán, azokban jól vizsgáznak a szereplők. Ha valaki ennyire szeret valamit, akkor 150-200%-on ég, és abból nekem a 100-ra kell visszamennem. Tehát már néha azt érzem, hogy felrobbanok a gyönyörűségtől, hogy egy ilyen szereppel találkoztam.